azt lenne most érdekes megnézni, hogy hogyan tudott az Edit orvosokkal együtt dolgozni. Hát erről fogunk hallani Jábor Andrástól, aki a... itt látható, hogy ő kicsoda-micsoda volt, de a mi szempontunkból most az az érdekes, hogy az első egészségügyi szakértői rendszernek a fejlesztésén együtt dolgoztak az Edittel, Edit a programozási oldalon, András pedig a orvosi oldalon. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és először is szeretném megköszönni Bálintnak a meghívást, hogy ezen a konferencián itt lehetek és beszélhetek. Egy olyan személy halála kapcsán, ami igen megrázott engem, hisz még halála előtt is pár hónappal intenzív levelezésben, néha telefonbeszélgetésben voltunk. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam azt a múltat, ami oda vezetett, hogy Edittel találkoztunk, és rohanni fogok a diákon, majd fenn lesz egy megfelelő honlapon, és ott el lehet mélyedni benne. Nálunk ez 75-ben kezdődött, az egészségügyben volt egy döntés, és Szekszárdi Kórház egyedüli kórházként kapta a feladatot, hogy csináljon egy kórházi információrendszer modellt. Ennek gyakorlatilag a vezetője Szentgáli Gyula volt, kórházigazgató, aki sebészszakorvos volt, rendkívül jó be volt ágyazva az akkori kor hatalmi viszonyaiba, de ugyanakkor egy korát meghatottoló vénával rendelkezett a menedzsmenthez és az innováció területéhez. Ő gyakorlatilag 65-től már egy Holerit gépparkon a kórházi törzsadatokat, mind a klinikai, mind a gazdasági adatokat feldolgozta, és ez alapozta meg, hogy 75-ben az RTIS számítógép oda került Szekszárdra, és lényegében véve megkaptuk a feladatot, mert azt se tudtuk, hogy mit kell tenni. 72-től dolgoztam a Szekszárdi Kórházba, a belgyógyászati osztályon, és fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy számítástechnika. A kollégák poénkodtak rajta, meg irigykedtek, poénkodtak azon, hogy milyen számítás kell az egészségügybe, irigykedtek azért, mert az oda kerülő számítástechnikusok többet kerestek, mint az orvosok, tehát magyarul nem volt egy túl népszerű befogadás abba a pillanatba. Tehát 77-ben fond be főállásba Szentgáli Gyula erre a feladatra, és lényegében véve 1980-ban meghalt. 79-ben két asztmakardiális rohama volt, 78-ban két asztmakardiális rohama volt, 79. január 1-jel lehivatott, és azt mondta, hogy gondoskodnom kell az utódlásomról, és legváratlanabbul kinevezett ennek az egész számítástechnikának a vezetőjévé, ami hát szinte azt sem tudtam, hogy mit jelent a vezetői munkám, mikszem össze 6000 forintot nem mertem aláírni, mert úgy éreztem magam, hogy az adósok börtönébe kerülök pillanatok alatt, hogy milyen szabálytalanságot követek el. De nagyon jó tanulság volt ez, és Szentgáli halála egy új helyzetet teremtett, hisz azt jelentette, hogy beindultak az irigyek, és azt közölték velünk, hogy bizony meg fogtok halni vele együtt, és elpusztultok. És akkor azt mondtuk, hogy legyen egy új stratégia, amit kifejlesztünk, az a napi üzemben működjön. Ilyen nem volt a többi magyar egészségügyi alkalmazásban. Több rendszerünk volt, ami éles üzemben működött, részben online, részben pedig offline módszerekkel, és ez olyan széles körű volt, hogy mind nemzetközi reputációnkat, mind pedig a hazai tekintélyünket nagyon mélyen megalapozta. Számtalan számítástechnikai eszköz került be, és folyamatosan próbáltunk újítani ezen a területen, de hát nyilvánvaló, hogy amikor én ezekről beszéltem például egyetemi életemben a medikusoknak, és elmondtam, hogy miben dolgoztunk, akkor ez olyan hihetetlen volt, hogy azt hitték, hogy egy vénszklerotikus vezetőit beszél róla, és hát nem tudja, hogy mit mond, mert hát ez elképzelhetetlen, hogy ezek megvalósítható eszközök voltak, és azok a rendszerek, amik működtek. Lényegében véve a gasztroenterológiai osztályra fókuszáltunk, mert ott az orvosi közreműködés is jó volt, és mind a kórházi, mind a rendelőintézeti, tehát a járóbeteg szakellátás, mind pedig az alapellátást is érintették a rendszerünk. Ez hozta meg azt, hogy 1983-ban megkeresett minket Dömölki Bálint, Sántáné Tóth Edit és Aszalós János, és gyakorlatilag felvázolták azt, hogy működjünk együtt, fejleszünk egészségügyi szakértői rendszert. Azt se tudtuk akkor még pontosan, hogy mit jelent, azt azonban mindenhol hangoztattuk, hogy nem pusztán adatfeldolgozást akarunk csinálni, hanem szeretnénk egy olyan megoldást az egészségügyben minél hamarabb,
ami az orvosi döntéstámogatást elősegíti, tehát lényegébe véve valamilyen formában az orvost jobb helyzetbe hozza, egy olyan szakkönyvet pótol, ami ott nyílik ki, ahol éppen szükség van rá. Fölvázoltuk Editnek és Aszalós Jánosnak a döntéshozatal folyamatát, mit jelent az anamnézis, a fizikális vizsgálat, a leletek begyűjtése, milyen iteratív folyamat az, hogy ütközik a tudománnyal, hogy ütközik a tapasztalattal, mert hát nagyon sokszor adott esetben ezt nem lehet teljesen algoritmizálni ezeket a folyamatokat, és hát mi is elkezdtük tanulni azt tőlük, hogy mi az, hogy szakértői rendszer. Megtanultuk azt, hogy többfajta megoldás létezik, akkor áttekintettük ezeket, Edith nagyon jól bevezetett minket ezekbe, és mint az előbb mondtam, algoritmusok léteztek, de ami ma protokollnak hívnak, de a medicína ennél gazdagabb, az orvostudomány gyakorlatilag nagyon sokfajta döntést kell, hogy hozzon az ember, és nem lehet csak adott esetben lineárisan egy döntési fával ezt leképezni. Megismertük a BASE módszert, amiben volt egy angol kutató, De Dombal, aki az akut hasnak a differenciál diagnosztikáját a 70-es években elkövette. Nem lehetett sokat róla tudni, noha leközölte, de az amerikai haditengerészet megvásárolta, és az atomtenger alatt járókon alkalmazta, hogy ne kelljen feljönni, ha adott esetben akut hasi problémája van a tengerésznek, ne fedje föl a kilétét adott esetben a szovjet felderítők számára. Tehát keveset lehetett róla tudni. Gyakorlatilag ismertük a matematikai modelleket, Young 82-ben publikálta ezeket, és hát ott voltak a heurikus módszerrel alapuló szakértői rendszerek, ahol főként Shortliftnek a munkáját láttuk nagyon erősen, ami a Mycin rendszer volt, ami a baktériumos fertőzések diagnózisa és terápia a Stanford Egyetemről. Akkor körülbelül 20 rendszer volt ismert a világon, tehát nem volt túl sok. Ilyen volt az internis rendszeremnek, alacsony volt a respektje, mert nagyon sok hibával dolgozott. Ezt javították később a Caduceusra, amelyik az előző rendszernek egy továbbfejlesztése volt, az internisti, ezek a Pittsburgh Egyetemen történtek. És hát volt a dendrál, ami már óriás molekulák szervezésével foglalkozott. Hatalmas gondja volt ezeknek az amerikai rendszereknek, hogy szeparáltak voltak az orvosi adatok. Tehát Amerikában nagyon hosszú ideig, majdnem azt kell mondanom, hogy az ezredfordulóig nem volt elektronikus kórtörténet. Tehát lényegében véve nem voltak standardizált adatok, és amikor találkoztunk az SKI kutatóival, akkor az volt nekik a feltűnő, hogy mi a STEFI rendszerünkbe, a standardizált egészségügyi fogalmakon alapuló információrendszerbe, innen jött a STEFI szó, standardizált, tehát kódolt adatokat vitt be az orvos, viszonylag könnyen, úgy, hogy a dokumentációs ideje rövidebb volt, mint ha hagyományos módon diktált volna, vagy adott esetben írta volna a kórtörténetet, tehát géppel írta volna. Tehát magyarul volt egy helyzeti előnyünk ebből a szempontból, és így tudtuk fölépíteni lényegében véve a Gaia rendszert, amiben hát ott volt a gyakorlatilag a differenciál diagnosztika, ott voltak a betegségek, a terápiák, és az első dolog, amire koncentráltunk, az egyértelműen a sárgaság volt. A Gaia felépítésében három szintet definiáltunk, a fogalmakat és a tényeket, a tudás összefüggéseit, az if-then kapcsolatot és a metatudást hoztuk be, és hát a fejlesztés már az itt elhangzott prolog nyelven történt. A Gaia elkészült és gyakorlatilag működőképesnek bizonyult, teszteltük a gasztroenterológiai osztályon. Sajnálatos módon napi gyakorlattá nem vált azért, ezt be kell mondanom őszintén, de aztán 1984-től ezt több cikkben bemutattuk, nemzetközi konferencián is, és lényegében véve ez az első publikált magyar orvosi szakértői rendszer, ami megjelent. Edith lényegében véve a 91-ben a természet világába számba vette a további hazai szakértői rendszereket. Ezeket most nem sorolnám itt fel, ebben benne volt nem csak az SKI, hanem az IQSoft és több más együttműködő cég. Ebben a cikkben is Edith keresőben állapítja meg 91-ben, hogy egyik sincsen napi gyakorlatban, csak elkészültek. A Gaia után a két további fejlesztés, ami megjelent, az az egyik az OGI, az Országos Gyógyszerészeti Intézettel kooperált az SKI, és az úgynevezett interakciókkal kapcsolatos
ugye a gyógyszereket, ha együtt adjuk, akkor az egyik gyógyszer hatását erősítheti, másikat gyengítheti a vele párhuzamosan adott gyógyszer. Ez egy rendkívül izgalmas dolog, és az orvosnak nagyon nagy szüksége van rá, és áttekinthetetlen gyakorlatilag ezek a keresztkapcsolatok. És akkor már az esti beszélgetéseken a szexáról szóba kerül, hogy bizony erre rá kéne koncentrálni, és ajánlottuk is Editnek és Aszalós Jánosnak, hogy milyen irányba érdemes elmenni. Hát ma ez gyakorlat. Tehát lényegében véve én magam is és a kollégáim is a Pharmindexből fölírunk egy gyógyszert, mindig megnézzük az interakciót, pillanatok alatt megjelenik, és ugyanígy ez a szakértői rendszer áll mögötte. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy a mai fejlesztést kivégezte el, tehát ki az, aki benne van. Lehet, hogy az a munka, amit Edithék alapoztak meg annak idején. A másik munkájuk a Gálya után pedig a Péterfi Sándor utcai kórházba az antibiotikus terápiának a tervezése volt, ami szintén egy előrelépés volt ebből a szempontból. Azt kell mondanom, hogy úgy gondolok vissza Edithre, mint egy rendkívül szeretetre méltó emberre, aki hihetetlen nagy szakmai tudással rendelkezett, hihetetlenül jártas volt a szakértői rendszerekbe, úgy hívta fel rá a figyelmünket, úgy nevelt és tanított minket, tanította meg azt, hogy hogyan kell gyakorlatilag a fejlesztők, a programozók keze alá dolgoznunk a szabályokkal, amit senki más nem tudta volna megtenni. Mindent értettünk, hihetetlenül értette a prológ nyelvet, hát ez itt is elhangzott, ezt nem kell nekem mondanom. És hát egy nagy empáciás és kommunikációs készséggel rendelkezett, ami nem csak minket, kettőnket, Simon Lászlót és engem nyűgözött le, hanem a gasztroenterológiai osztály és a számítóközpontnak a többi munkatársát is. Végtelen türelem jellemezte, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly ember szeretett. Én azt hiszem, hogy emlékét mindannyian megőrizzük, és köszönöm szépen, hogy meghallgattam ezzel.